Kovács Gyöngyi a kislányát kísérte el a táska szentelő szentmisére. Fontosnak tartja ezt az eseményt, akár csak a keresztény értékeket. Már elsőben, amikor beiratkoztunk, úgy gondoltuk a férjemmel, hogy átadjuk neki is ezt a tradíciót, ahogy nekünk is átadták a szüleink, hogy ő is részt vegyen a hittanon, és felvegye a szentségeket. És legfőképp ez volt az, amiért szerettük volna, hogy a lányunk is szépen időben felvegye ezeket a szentségeket. Stipit Léna negyedikes is elhozta az iskolatáskáját a tanévnyitó szentmisére. Egyébként is rendszeresen jár a kertvárosi templomba. Hát azért jöttem el ide, mert nagyon szeretek ide jönni, és mivel, hogy táska szentelő van, és hát, hogy megszenteljék a táskámat. Kovács Luca Helena harmadikos, számára mindig külön élmény a táska szentelés. Jönni szoktam a misékre, és most is eljöttem. A táska szentelés nekem meg azt jelenti, hogy szerintem ez egy jó dolog. Most van a tanévnyitó is, és akkor megszentelik a táskákat, és szerintem ez nagyon jó dolog. Rostyák Áron elsős, kissé megszeppenve érkezett a táska szentelőre. Mivel hittanos, ezentúl rendszeresen jár majd a templomba, iskolatáskájába pedig mindent bepakolt. Könyveket, tortát. A táska szentelő szentmisét Zapletán Géza, a kertvárosi Munkási Jézus templom plébánosa celebrálta. Táska szentelőt ebben a templomban második alkalommal tartottak. Tavaly ősszel volt először. A korábbi években az volt a gyakorlat, hogy a székesegyházban tartottak táska szentelőt a város összes hittanos diákja részére. Ez azonban nem nagyon vált be, mert innen a kertvárosból is kevesen vettek részt az ottani táska szentelőkön. Az egy kicsit messzebb volt a gyerekeknek, szülőknek, és csak kis hányaduk jutott el az ottani szentmisére. És ezért tavaly úgy döntöttem, hogy külön megtartjuk itt a mi templomunkban a táska szentelőt. A plébános hozzátette, mivel új tanévet kezdtünk, erre lélekben is rá kell hangolódni, éppen ezért a táska szentelés egy ünnepélyes aktus a tanév elején. A lelki ráhangolódás különösen fontos azon hittanos diákok részére, akik majd a tanév végén szentségben részesülnek, első áldozók vagy bérmálkozók lesznek.